Palmon Power! Yeah! A Szalma ember fogadta a kicsiket hétvégén a Zsollai negyed üvegházában. Kint szabadtéri játékok, bent pedig egy egész szalma világ várta a gyerekeket. Csúsztászni. Hintászni. Több száz bálából építette a Pannon Power a labirintust és a játékokat. Az erőmű célja az volt, hogy a gyerekek és szüleik megismerjék ennek a mezőgazdasági mellékterméknek a felhasználási lehetőségeit. Ez a teteje. Fantasztikusan tetszik, pláne azért, mert természetes anyagok közelébe vagyunk, imádják a gyerekek. Imádják a lovakat is, úgyhogy nekik ez nem idegen környezet. A Pannon Power és a Poszta Fesztivál 12 évvel ezelőtti kezdete óta együttműködnek, az idén pedig az OFF programok részeként egész héten várja a gyerekeket az ingyenes játszóház. És szerintem fején találták a szöget ezzel a módszerrel kell reklámozni. Ez a szalmatüzelésű mezőgazdasági melléktermékeket eltűzelő erőművi blokk, ez az év végén áll működésbe, és ettől a pillanattól kezdve Pécs az első olyan nagyváros, amelynek a távfűtési rendszeréhez szükséges hőmennyiséget gyakorlatilag teljes egészében megújuló energiából állítjuk majd elő. Az új biomassa tüzelésű blokk működtetéséhez évi 240 ezer tonna mezőgazdasági melléktermékre van szükség, amit a társaság a régióból vásárol meg. Az erőművel való együttműködés így a jövőben stabil, kiszámítható jövedelmet jelent majd a helyi termelőknek.